Változott a műszaki vizsga, üzemanyagfogyasztást is ellenőriznek. Helyszíni szemle, sziréna próbát tartott a Moson-Magyaróvári katasztrófavédelmi kirendeltség. Főszerepben a kosárfonás, szombaton ismét múzeumok éjszakája. Köszöntöm Önöket, a Moson-Magyaróvár TV híradóját látják. Új szabályozás lépett életbe május 20-ától a műszaki vizsgákra vonatkozóan, amit uniós rendelet ír elő. A legfontosabb változás, hogy a 2021-től nyilvántartásba vett hagyományos és hibrid autóknál a valós üzemanyagfogyasztást, a villanyautóknál pedig az energiafogyasztást is ellenőrizni és regisztrálni kell a műszaki vizsgákon. Ezt kell rácsatlakoztatni az OBD csatlakozóhoz. A műszaki vizsga technológiai része változott meg május 20-ától úgy, hogy a 2021. január után forgalomba állított gépjárművek fogyasztási értékeit is dokumentálni kell ezentúl. A szakember szerint azonban ez egyelőre nem jelentős, hiszen az újonnan utakra került autók műszaki vizsgája általában 4 évre szól, de természetesen egyéb átalakítás vagy újonnan felszerelt vonóhorog miatt előfordulhat egy-egy eset. Valójában most még nem is tudjuk alkalmazni, mert ezek a járművek még nem igen jönnek vizsgára. Valójában az még másfél év, tehát 25. január 1-től lesz ez inkább aktuális ez a dolog, mert ezek 4 évre kaptak műszaki vizsgát, mert ugye az N1 és M1 kategóriára vonatkozik ez a dolog csak. Jelenleg már minden műszaki vizsgás állomáson rendelkezni kell a megfelelő műszerekkel, amivel mérhetnek a biztosok. A szabályozás fő célja, hogy a valós vezetési körülmények közötti adatokról minél reálisabb képpel rendelkezzenek. Valójában ebből egy statisztikát fognak készíteni, tehát ez egy adatbázisba fog bekerülni ezek az adatok, és ebből akarják valójában megállapítani a szakemberek, hogy ténylegesen, amit a gyárak megadtak, fogyasztási értékeket, károsanyag kibocsátás függvény összefüggésben, hogy ez valós-e. Tehát ezért is ez a neve, hogy a valós értékeket, és ugye ezt ez gép ki tudja olvasni, és ezt ők majd elemzik. A valós üzemanyagfogyasztáson kívül a folyadék forráspontját és viszkozitását is vizsgálják. Nem árt viszont tudni, hogy az autós dönthet úgy, hogy megtiltja a fogyasztási adatok kigyűjtését, de ezt kizárólag írásban teheti meg. A szóbeli jelzés nem elegendő. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos szerdától június 23-án péntek éjjel 24 óráig. A tartós hőség megterheli az egészséges szervezetet is, de különösen veszélyeztetettek a kisgyermekek, az idősek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. A lakosságot arra figyelmeztetik, hogy lehetőség szerint tartózkodjanak hűvös helyen, főleg 11 és 15 óra között, kerüljék a szervezetet terhelő fizikai munkát, zuhanyozzanak naponta többször langyos vízzel. A hőségben a szokásosnál nagyobb mennyiségű vízre van szükségünk, ezért fokozottan figyelni kell a folyadékbevitelre. A lakossági riasztórendszer csökkentett üzemű, úgynevezett morgató próbájára került sor június 20-án Moson-Magyaróváron. A szirénákat a Moson-Magyaróvári katasztrófavédelmi kirendeltség végezte délelőtt 9 és délután 4 óra között. A helyszíni szemle alkalmával a nyomópróba után a szirénák hangos próbájára került sor. A katasztrófavédelmi kirendeltség munkatársa indította el ezt a Zsák utcai szirénát kedd délelőtt. A lakossági riasztórendszerek átvizsgálását végezték a szakemberek, amit évente egyszer tart Moson-Magyaróváron a Győr-Moson-Sopron vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, Moson-Magyaróvári katasztrófavédelmi kirendeltsége. Ezek az ellenőrzések hangos próbában nyilvánulnak meg. 12 darab lakosságvédelmi rendszeren belül szirénánk van Moson-Magyaróváron. Ezeknek a hangos próbája úgynevezett morgató próbával történik meg, ami egy 6 másodperces működtetés gyakorlatilag. Kollégán ki fog menni a helyszínre, és az ellenőrzést így hajtja végre. Amennyiben a szirénapróba napján nehezen vagy nem indul be valamelyik jelzőberendezés, abban az esetben a szirénák felülvizsgálatát az önkormányzatnak kell elvégezni. A lakosságvédelmi rendszerek működtetéséről részletesebb információt a katasztrófavédelem honlapján találhatnak, tehát ha ezek a jelzőberendezések megszólalnak,
akkor ezek mögötti tartalmat és viselkedésformákat tájékoztatásképpen ott is fogjuk közölni. Valamint még azt kell tudni róla, hogyha katasztrófavédelem vagy légi védelemről kapunk tájékoztatást, annak a végét is ezek az eszközök fogják jelezni. A szakemberek folyamatosan végzik a településeken a riasztó berendezések ellenőrzését. A lakosságnak a jelzések hallatán semmilyen teendője nincs, azok a szirénák üzemképességének ellenőrzését szolgálják. A lakosságot arra kérik, hogy a szabadban tartott állataikra fokozottan figyeljenek. A sziréna próba során elhangzó jelzések az állatok riadságát, nyugtalanságát okozhatják, ezért javasolt a szabadban tartott állatokat a sziréna próba idejére elzárni. Megtartja júniusi ülését Moson-Magyaróvár képviselőtestülete június 22-én csütörtökön 13 órától a Városháza első emeleti dísztermében. A képviselők ezúttal 32 előzetes napirendi pontot tárgyalnak, köztük vezetői pályázatokról döntenek, beszámoló hangzik el a Moson-Magyaróvári polgármesteri hivatal 2022. évi tevékenységéről, de módosítják a parkolórendeletet is, valamint díjak átadásáról is dönt a képviselőtestület. Az idei évben is csatlakozik a Múzeumok Éjszakája országos programhoz a Hansági Múzeum. Június 24-én szombaton délután 4-től egészen 23 óráig különböző programokkal, előadásokkal, kiállításokkal, kézműves foglalkozásokkal és játékkal várnak kicsiket és nagyokat a Moson Vármegyei Múzeum, valamint a Csellei Ház épületeibe. A város ikonikus épületeit állították párba, gólyalábaztak, de akár a célba dobást is gyakorolhatták tavaly a gyerekek a múzeumok éjszakáján. Akkor a vendéglátás került főszerepbe, az idei évben azonban a kosárfonás köré szervezik a programokat. Idén június 24-én szombaton délután 4 órától várják a látogatókat a Csellei Házban és a Moson Vármegyei Múzeumban a Múzeumok Éjszakája program keretében. Idén a Trendben állnak a szállak című új kiállítással várjuk majd a látogatókat. Alapvetően a programok az előző évekhez kapcsolódóan ugyanúgy családi programokkal várjuk már fél öttől az ide látogatókat, különböző tudományos előadásokkal is várjuk őket, illetőleg az új kiállítás az alapvetően egy néprajzi tematikai jellegű kiállítás lesz, ez össze lesz kötve egyfajta kosárfonó találkozóval, lesznek majd árusok, akik különböző kosarakat árulnak, illetőleg a kiállítás is erre fog vonatkozni. Este pedig a csütörtöki szalon múzsorával zárjuk a programokat. A Csellei Házban délután 4 órakor indul tárlatvezetés Gasztonyi Kálmán és Bors Györgyi festőművészek közös Absztrakt Realizmus, Realista Absztrakt című kiállításában, valamint délután 5 és este 7 óra között látogatható lesz a magyaróvári Szűz Mária királynő és Szent Gotthárd plébánia templom kriptája is. Nyitva lesz valóban a Habsburg kripta is. A belépő az egységáros lesz, felnőtt valamint diákjeggyel látogatható. A Habsburg kripta esetében viszont csak a Csellei Házban vagy a Moson-Vármegyei Múzeumban lesz jegyárusítás, tehát azt előre meg kell vásárolni. A múzeumok éjszakája programjai között szerepel táncház, különböző előadások, de nem maradnak el a népi fajátékok, kézműves foglalkozások sem. Belépők a helyszínen kaphatók, amikkel valamennyi program, a Hansági Múzeum időszaki és állandó kiállítása is látogathatók. Röviden a csütörtöki időjárásról. Napos, meleg időre kell számítani. Marad a kánikula, 35 fokot mérhetünk majd Moson-Magyaróváron és környékén. Kedves nézőink, Önök híradónkat látták. Most Hírháttér című műsorunk következik, aminek vendége Szabó András, a Moson-Magyaróvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség megbízott vezetője. Ezután a diagnózis következik. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön 19 órakor várjuk Önöket. Tartsanak velünk a továbbiakban is, viszontlátásra!